Azt telefonálta egy kedves néző, hogy itt ne 180 ezerért próbáljunk válogatott meccset közvetíteni, ő egy másik mérkőzésre kíváncsi. A Mészöly-Mészöly összecsapásra, amikor a kapitány szembesül nyilatkozataival. No, ezt a mérkőzést is létrehoztuk, a játékvezető Zoltán János Péter. Szerda reggel indulnak el a hangyák mindenkinél, és hát remélem, hogy nem fog mindenki olyan sápat lenni, mint akár az izlandi, meg az izrael meccs előtt. Elszabadultak ezek a hangyák? Hát sajnos idő előtt elszabadultak, mert én úgy érzem összességében, hogy nagyon becsületesen, nagyon jó hozzáállás volt a csapat részéről. Sajnos két olyan gólt kaptunk, amit azért válogatott csapat nem kaphat ilyen gólt. Most itt nem akarom, hogy ki hibázott, Petri, Mészöly vagy kik. Sajnos, hogy jött ez a két gól, korán jött ez a két gól. A magyar csapatra jellemző egy perc alatt föl tud menni a fellegekbe, és egy perc alatt össze tud zuhanni. Nincs olyan fajta, nagyon szeretem őket, nagyon tisztelem minden játékos. Nincs egy olyan irányító játékos, aki vinné, ragadna magával, ha baj van, hogy a győzelemre kéne megküzdeni. És ez baj, ez hiba. Miért van az, hogy mindig mi futunk az eredmény után? Tehát ez a török csapat jó, hogy otthon volt, és 50 ezer néző fergetegesen bíztatta, és ugye mindent egy napra tettek fel. De nekünk azért sokkal komolyabban, sokkal keményebben kéne az első fél időt venni, mert ha nincsenek ezek a gyermetek gólok, amik ugye ha a hátsó fejrészsel fejelte be a Hakán, ha az első fél időt, ugye Géza, nem tudom, nem láttam teljesen, ezt vissza kell nézem, hogy a Petrével mit csináltak. Ilyen hibát nem létezik. Minket harmadszor győzött le egy olyan elnézést kérek bántó szándék nélkül bálnavadás csapat, vagy akárhol játszanak, akik lelkesedésből, erőlétből, talán nem úgy kifacsarolni a mieink, tudtak küzdeni. Figyelmeztető számunkra, szégyen teljes az eredményünk. Van egy olyan érzésem, hogy a saját iramunkba fáradtunk el a másik játékrészre. Nem keresem az indokokat, és nem keresem a lehetőséget, hogy tudnék kibújni a bőrömbe, vagy a magam alól, hogy valami olyat mondanék, hanem egyszerűen sajnos olyan negatív dolgaink vannak, hogy ennek tudható be, hogy tulajdonképpen nem tudunk különösebb eredményt fölmutatni, de azt is elmondom, ha ilyen becsületesen, ilyen tisztességesen küzdenek Izland ellen és Izrael ellen, akkor biztos, hogy nincs vereség. Valami olyan bődületes csalódás van bennem, és nem akarom sajnáltatni magam, mert ne sajnáljon senki. Mert saját magam köszönhetem azt, hogy egyáltalán ez az egész maraság így összejöhetett. De azt se várja tőlem senki, hogy én most keresztre feszítsek mindenfajta játékost, csapatrészt, mert nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás. Példamutató a török csapatnak a mindenfajta teljesítménye, de példamutató az egész országnak az összefogása, a szurkoló, hogy kedden délután félig teltházott a stadionban. Hát azért megkérdezem én, Magyarországon mikor, milyen mesnek kéne lenni a Puskásnak, kéne újra 20 évesnek lenni, hogy a stadion kedden félig tele legyen? Nem, imádják a futballt, tesznek érte, lelkesednek. A miniszterasszony kint ül a stadionba, és ő, akik szintén millió problémák küzdködnek, anyagi és gazdasági helyzetek figyelembe véve, jó, sokkal előbb vannak, mint mi. De ő külön még pluszba, nálunk még kit érdekel az MLS-en kívül, meg a szurkolókon, meg önökön kívül, hogy csinálnak riportot, kit érdekel még a futball? Senkit, mert legyintenek. Ha nincs egy kedves, jó szavuk, még ha gyengébb is játszhatunk, visszahallottam, hogy miket mondanak erről a mérkőzésen televízión keresztül. Hát nem lehet másképpen apostrofálni, hogy a másik akart a csapat. Nem lehet úgy apostrofálni, nem lehet egy kedves szót mondani, hogy megdöglöttek a pályán, akartak. Ennyire voltunk képesek, ennyire jobbak most, nem 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt még megvertük 4-re a újpesti pályán őket. Jobban akarják, jobban az összefogás, mind az égvilágon. Ez egy nagy kihívás és nagy felhívás mi számunkra, ahogyan továbbot illetően. Ami a dolog televíziós részét illeti, hagyjuk.
De volt egy kérdés, ami nem hagy nyugodni. Fölírtam, így hangzik. Miért van az, hogy mindig mi futunk az eredmény után? Ezt nem a riporter kérdezte, hanem a kapitány. Könyörgöm, a választ, ne a kérdést.